A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, bizonyára megszokták, hogy ebben a műsorban számtalan olyan személyiség mutatkozott be nekünk, akik nagyon sokat tettek Székesfehérvárért nyilvánvaló választott hivatásukban, akik sokoldalú, ha úgy tetszik, a mindenséget hordozó tevékenységükkel belopták magunkat a szívünkbe. És hát az elmúlt időszakban az Árpád-fürdőben részt vettünk mi is egy könyvbemutatón, amikor megismerhettük Győre Sándorné Tibolyát, aki akkor a költészetét mutatta meg nekünk. Most azonban egy olyan életútinterjú következik, ami bebizonyítja, hogy mi mindennel foglalkozhat valaki a hosszú pályafutása során, hiszen, és már is elmondom akkor, hogy vendégem Győre Sándorné, tisztettel köszöntöm, adó és gazdálkodási tanácsadó, könyvvizsgáló, költő és novellista. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm, igen. No, hát az indítatásról kérdezném. Ugye Budapesten született, aztán 1959 óta él Székesfehérváron. Ugye beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen pénzügyekkel, könyvvizsgálóként, adó és gazdálkodási tanácsadóként foglalkozik. Tehát kíváncsi vagyok, hogy egy ifjú hölgy miként választ magának hivatást. Köszönöm a kérdést, de meglepő lesz a válasz. Én azt hiszem az én sorsom 6. koromban dőlt el, akkor 4 tantárgyból rosszabb jegyet kaptam, mint vártam, és ez arra inspirált, hogy majd én megmutatom nektek, hogy tudok én jobbat is. És innentől kezdve egy éltanuló, élsportoló és minden tantárgyból vetélkedni szerető ember lett belőlem. Azért a mikorunkban a tanulást nem mindig az választotta, akire vonatkozott, hanem nagyon sokszor a szülők azért még abban az időben beleszóltak. Én matematikus és fizikus szerettem volna lenni, és hát azt a pályát itt Fehérváron csak a akkor Széchenyinek becézett iskolában lehetett volna elvégezni, ahol zömmel fiúk jártak, hiszen ez a rendkívül reál érdeklődés, ez a fiúkra volt jellemző, és az anyukám egy kicsit maradi volt, és úgy döntött, hogy ő lányiskolába ad, és mi a Prohászka úton laktunk, a közgazdasági technikum volt a legközelebbi, mert szegények is voltak, és gimnáziumban nem akartak engedni. Hogy így kerültem én a közgazdasági technikumba, amit aztán kiváló eredménnyel elvégeztem. Tehát megszerette tulajdonképpen. Igen, igen. Nem tudtam tovább tanulni, mert hát tényleg szegények voltak a szüleim, annak ellenére, hogy egy matematika verseny helyezésért fölvettek a Közgáz Egyetemre, hanem valami okosat kellett csinálnom, úgyhogy férhez mentem, és szültem egy akkor kislányt, és egy olyan jó 10 évet ez a családalapítás, családösszetartás, a családi hegemónia kiépítése vett el az életemből szerencsére, és akkor elvégeztem a főiskolát, mert tanakodtam, hogy tanár legyek, ez egy nagy álmom volt, vagy maradjak a pályán. Maradt. Maradtam a pályán. Ezt az anyagiak döntötték el, bevallom hősiesen, és ott a főiskolán beleszerettem ebbe a szakmába. Tehát mindennek rendelt ideje van, tudjuk ezt régről. És nyilvánvaló, hogy a pályafutása során meg annyi különböző helyeken dolgozott, és ahogy itt néztem, hogy hiszen üzemgazdás, számviteli vezető, főkönyvelő, a NAV revizor, számítástechnika, folyószámla és adóalany osztályvezetőként is dolgozott. Ez, hogy változtak a munkahelyei? Tehát mindig rátalált valami újra?
Jó kérdés. Az első munkahelyem az szintén közel volt a lakáshoz, és ez döntő volt, mert kicsi volt még a gyerek, megjött még egy, a geodéziai és térképészeti vállalat. Ott tulajdonképpen emberségből tanultam nagyon sokat. Egy 100 fős cég volt, nagyon komoly vezetőkkel, és lestem őket, hogy vezetnek, mit csinálnak, és tulajdonképpen az emberi hozzáállásom, a gondolkodásomat nagyon sokban befolyásolta ez a munkahely. Aztán, amikor a főiskolát, meg a másoddiplomát számítástechnikából megszereztem, akkor rájöttem, hogy már ez a cég az én törekvő szakmai kitárulkozásomat nem tudja kielégíteni. És ezért úgy döntöttem, hogy elmentem a Fejér megyei nyomdaipari vállalathoz középvezetőnek. Ott azért dolgoztam csak 2 évig, mert az első, akkor még APEC revízió kapcsán a revizor egy szünetben, mikor egyedül maradtam, akkor megkérdezte, hogy elmennék-e én az ő kollégáinak, mert hogy ő már főnökasszonynak beajánlott, és egy ebéd időben elmentem. Kölcsönösen megfeleltünk egymásnak, és így kerültem a NAV-hoz. Tehát ez egy komoly lépcső volt nyilvánvaló. Igen, szakmailag. Szakmailag. Viszont egy idő után saját vállalkozást indítottál. Én azt hiszem, hogy az meghatározza a későbbi életét, hiszen a szakmai sikerei mellett, amiről majd szó esik nyilvánvaló, azért az egy teljesen más dolog, hiszen könyvvizsgáló, könyvelőiroda és gazdálkodási tanácsadóként is nagy sikereket ért el. Igen, én a NAV-nak nagyon sokat köszönhetek. Ott kezdtem el szakmai cikkeket, folyóiratokat, hírlapban is megjelent egy pár cikkem. Tehát ott kezdtem el a szakmai írást, és én nagyon sokat fejlődtem ott. Dolgoztam egy évig a központban, és mivel abban az időben a számítástechnikai tudás nagyon sokat jelentett, ezért mint rendszergazda is dolgoztam a központban, és párhuzamosan a pénzügyminisztériumban is. Tehát én nekem ez egy nagyon nagy ugrás volt. Viszont ugye tudjuk, hogy 89 után egészen megváltozott az élet. Én menet közben még 2 diplomát megszereztem, a könyvvizsgálatot is, meg egy költségvetési diplomát is, tehát folyamatosan tanultam, és azt láttam, hogy minden olyan kollega, akire felnéztem, akit tiszteltem, akitől sokat tanultam, kiment a gazdasági életbe. És hozzám az igazgatóm nagyon ragaszkodott akkor, úgyhogy még a könyvvizsgálói képzésre sem akart elengedni, mert félt, hogy elmegyek. De aztán volt egy olyan sztori, amivel ezt ki tudtam csikarni tőle, és amikor befejeztem a könyvvizsgálói képzést, akkor úgy döntöttem, hogy én megpróbálom ezt a nagybetűs életet, és nem bántam meg. Igen, tehát ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a rendszerváltás időszakában számtalan szakember döntött úgy, hogy kipróbálja magát egyénileg, ha úgy tetszik, egy-egy vállalkozásban. Ez a vállalkozás mit akart? Nyilvánvaló, hogy a szakmán belül értelemszerűen a könyvelőirodára akkoriban óriási nagy szükség volt. Igen, tehát a vállalkozások azért nem rendelkeztek ismeretekkel. Én az elején egyéni vállalkozásokat egyáltalán nem vállaltam, tehát én inkább a nagy cégek navigálásában voltam, ha szabad így mondani, profi, és nagyon nagy tapasztalatra tettem szert. Nyilván szerencse is van az ember életében, amikor az egyik megbízómhoz elkezdtem járni dolgozni, kiderült, hogy egy ügyvédi iroda van a szomszédban, és akkor ezzel az ügyvédi irodával közösen kezdtünk el úgymond kollegális kapcsolatban dolgozni, tehát ő nagy hirtelen 8-10-15 céget hozott nekem, és nyilván ugye én is vittem neki az újonnan alakuló ügyfeleimbe, és tulajdonképpen itt alakultam át irodává. Mert az elején teljesen egyedül dolgoztam, utána egy segítővel, és amikor ez a találkozás megtörtént,
akkor ugye komolyá vált a dolog. Az élet néha furcsán írja a forgatókönyvet, mert édesanyám éppen ebben az időben halt meg, és így az úgymond szülői lakás felszabadult. Nekünk már volt önálló lakásunk, és akkor így adott volt, hogy nem kellett bérelnem, hanem egy saját könyvelőirodát tudtam működtetni, ami anyagilag, meg a biztonság oldaláról is mindenképpen megfelelőbb volt. Úgyhogy felmentünk 10 fős könyvelőiroda nagyságrendre, ami abban az időben azért egy elég jó nagyságrend volt, és megfelelően meg tudtam fizetni a jó szakembereket. Ez egy fontos időszak, ahogy beszél róla, viszont nyilván megvannak a kapcsolódási pontok is ahhoz, hogy aki ismert, sőt, és elismert könyvelőirodát vezet, és szakmai háttere van, komoly szakmai háttere, az nem kerülheti el a közéletet. Tehát egyre több olyan szakmai szervezet választotta tagjául, vezetőül, ahol eldőlnek ezek a dolgok. Hiszen azért valljuk meg, amikor a rendszerváltás után a sok egyéni vállalkozás és sok-sok cég betelepült Magyarországra, egyre nagyobb szükség volt önökre. És ezt valaki hitelesen jól csinálja, akkor nyilván a szakmai elismerések is kísérik. Igen, ez így van. A közgazdasági társaság volt számomra szakma elitje, mert minden évben volt egy konferencia, ahol már a nyár végén megkaptuk a következő évi instrukciókat, és jó néhány ügyfelem volt, akik elvárták tőlem, hogy én ebben otthon legyek, és tudjak nekik a jövőre vonatkozóan felvilágosítást adni. A másik fórum az nyilván a könyvvizsgálókamara, hiszen 95-től már könyvvizsgáló voltam. Őnáluk nem vállaltam funkciót, mert elköteleztem magam a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, ahol évtizedekig dolgoztam. Nagyon büszke vagyok arra, hogy részese lehettem a gazdaságházának a létrehozásában, indításában, működtetésében, és nagyon sok területen szívesen dolgoztam ott. És igen. Itt kaptam is elismerést. Igen, hát az elismerés mindig megerősítést jelent a választott hivatásában, ha valaki kapja. Hát itt van előttem természetesen, ez nem csak dísz, hanem azért próbálom megmutatni, hiszen itt vannak ezek az elismerések. Előttem még egyet azért megmutatok, mert hogy... Tehát ezek fontos pillanatok egy szakember életében. Annál is inkább, mert hogy jött az elismerés, 2010-et írtunk immáron, ami azt hiszem, hogy szintén megerősítést jelenthetett önnek az év vállalkozója díj. Ez 2010-ben volt, tehát idestóva 13 esztendeje a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről. Márpedig ez azt is bizonyítja, hogy azért volt számos gazdasági válság időközben. És soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy önök hitelesen képviseljék a gazdálkodókat. Így van, nagyon sokat tett a kamara annak érdekében, hogy a vállalkozók élete egyszerűbb és könnyebben végrehajtható munka legyen a vállalkozás. És én tulajdonképpen ezt a díjat részben az ott végzett munkámért kaptam, viszont a másik terület, amire szintén büszke vagyok, hogy nagyon sok fiatalt adtam a megyének, az országnak, sőt már külföldön is dolgoznak a neveltjeim közül. Részben azzal, hogy nálam dolgoztak, mert 5 évenként cserélődött a garnitúra, szárnyaira bocsájtottam őket, részben pedig tanítottam. Tehát nem tudtam elszakadni a pedagógus szakmától, és a kötelező mérlegképes oktatáson egészen 2021-ig vizsgáztattam is, meg a tanfolyamokon, tehát a mérlegképes képzéseken is tanítottam. Igen, tehát ez egy nagyon komoly jövőképet adott a következő generációnak. És nyilván én azt mondom, hogy mindenki hálás lehet, hiszen
ön az, aki képviseli azt a korosztályt, akik az első pillanattól kezdve tudják, hogy miként lehet, és itt akár az ország gazdasági helyzetére is gondolhatunk, felemelkedni, ahogy tetszik. No, és akkor most megérkeztünk a versekhez, mégpedig azért, mert hogy ugye a középiskola első osztályától már 15 éves korában verseket írt. Én azt hiszem, hogy egy olyan generáció tagja, akinek rengeteg tapasztalata lehetett, hiszen akkor egészen más volt a világ, ha tetszik, ha nem. Viszont a vers az ugyanaz, tehát egy ifjú hölgy leül, és gondolatokat sző, amelyeket aztán papírra vet, az egy különleges dolog. Milyenek voltak az első versei? A legelső versekre sajnos nem emlékszem, mert nem gondoltam, hogy ennek ilyen hosszú távú folytatása lesz. Aztán ugye mindenki életébe belép a szerelem, úgyhogy az első szerelmes verseimet, az édesanyámhoz írt verseket, a sikereket, amelyeket már akkor elértem, azért megfogalmaztam, versekbe öntöttem, és ezeket már megőriztem. Tehát ezért van onnantól kezdve már néhány alkotásom. Miként választott stílust magának? Nem volt stílusom. Be kell vallanom hősiesen, hogy nagyon sok barátom van, többek között egy magyar tanár is a barátom, ő Szombathelyen él, és amikor kezdett megjelenni a nagy közönség számára az én költői munkásságom, akkor mondta, hogy ne haragudj, de hagyd abba ezt a versírást, hát se rím, kínrímek vannak, nincs dallama, nincs ritmusa, nem jó a szótagszám, hát elolvasom, de nem javaslom. Eltelt 2 hét, és fölhívott, hogy tudod mit? Segítek egy kicsit fejlődni, de írjál, mert azért mégiscsak mondanak ezek a versek valamit. És akkor egyrészt az ő segítségével, másrészt meg ma már az interneten mindent meg lehet tanulni. Tehát vannak... egy matematikus elme nyilván könnyebben talál újdonságot, illetve tanulja meg mindazt, ami azért elengedhetetlen a versíráshoz. Így van. És akkor a versírás mellé úgy gondoltam, hogy már verses kötet 2, illetve 5 megjelent, hogy talán el kellene kezdeni prózát írni, és én a Holnap magazinnal vagyok szoros kapcsolatban, ők adják ki a könyveimet, és ő náluk indult egy írókurzus. És gondoltam, hogy én már úgymond a szakmába majdnem mindent megtanultam, hát én akkor beiratkozom egy írókurzusra, és vizsgamunkát is kellett készíteni, 2, és az egyik vizsgamunkám az a YouTube-on fellelhető, Györe Ibolya Diadal címmel egy novella, amit egy miskolci színésznő kiválasztott sok-sok írás közül. És ez egy fontos pillanat volt. Igen. Annál is inkább, hiszen a varázs 25 esztendeje, 400-ada jelent meg először, aztán jött a Csillaghullás és a Csillagszemű, de ezek fontos pillanatok voltak az életében. Figyelt arra, hogy azokat az impulzusokat megjelenítse, amelyek az akkori életét kísérték? Igen, feltétlenül. El kell, hogy mondjam, hogy azért szomorú dolgok is történnek az ember életében, ezt nem tudja elkerülni. Végülis az első könyvem az úgy született, hogy nagyon szerettem egy kis alkalmazottamat, ami nem helyes, mert egyenlően kellene kezelni őket, és ő elköszönt tőlem, az édesapjának a vállalkozását folytatta tovább, és meg akartam ajándékozni valamivel. És mondtam, hogy egy jó, írok neki egy verset, de az olyan snasz, hogy egy papírlapot átadok. És akkor egy könyvet szerkesztettem, ez volt a varázs, és ezt ajánlottam neki. Tehát így kezdődött az egész úgymond könyvkiadás. És a következő az ugye Együtt a versben, ez pedig a meghalt lányom emlékére született. Ő 25 évesen ugye elvégezte az egyetemet, egy évig dolgozott az Unilevernél, és egy autóbalesetben meghalt. Egy ilyen családi tragédia mennyire veti vissza
vagy éppenséggel a vers mennyit segít abban, hogy ezt úgy élje meg, hogy nyilván a tragédia mélységeit mi nem tudjuk kívülállók meghatározni, de azért az ember fiának ilyenkor a tovább lépésre is kell gondolnia. Sokat segítettek a versek. Tehát amikor nem tudtam aludni, és rágondoltam, mi sokat verseltünk egymásnak, meg ő gitározott, és zenéket is kitaláltunk. És akkor én írtam még mindig hozzá, függetlenül, hogy ő már nem tudott válaszolni nekem. Ez a cím is ezt sugallja, az együtt Igen. a versben? Igen. Hogy már nem tudunk mással együtt lenni, csak a versben. Aztán jött a muzsikál az erdő. Az már itt Igen. volt, idestova csak 3 esztendeje. Igen. De azt hiszem, hogy ez is meghatározó, mert hogy aki először is elkezd verset írni, az egy állandóságot képvisel. Tehát ez másként nem működik. Ahogy elkezdtem közzétenni a gondolataimat, nagyon meglepődtem, mert szinte majdnem mindenki, aki visszajelzett, azt mondta, hogy ez rólam szól, ez nekem mondtad. És ettől kezdve nagyon fontossá vált, hogy elmondjam, amit érzek, elmondjam, amit látok, érezzek egy pillanatot, amit meg tudok jeleníteni, amit lehet, hogy más nem tud, de átérezni tudja. A közösség segít ebben? Hiszen a novellái azért most már kellően népszerűek is, a csend hangjaira gondolok, én azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, mert ugye mondta, hogy prózát is írt már, de azért ez egy lépcső. Mindenképpen. Kevés ember nyitott a versekre, sajnos, de ha sok jó vers lesz és van, akkor mégiscsak meg fognak nyílni a szívek, mert nagyon sok jó kortársíró van, és egyre többet hallom, hogy kezdenek érdeklődni a versek iránt. De a novellát mindenki szereti. Így van. Közben pedig csapatot is talált. Mert én azt gondolom, hogy a Cserhát művészkör alkotóit ismerjük azért, és nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan közösséget alkotnak, ahol inspirálódik az ember fia, mármint a írás tekintetében is. Példákat lát maga előtt, és ráadásul tehát azért ez nagyon-nagyon fontos. Mindenképpen. Sokat köszönhetek nekik is. Most szombaton lesz a gála, és egy pályázatnak az eredmény hirdetése, amit természetesen izgalommal várok. Itt tudnak barátságok, művészbarátságok is kötetni. Én láttam egy festményt, írtam hozzá egy verset, és ebből született egy olyan barátság, hogy utána én küldtem neki egy verset, és ő festett róla egy képet, és volt egy közös estünk, ahol én őt bemutattam a közönségnek. Egyébként nagyon szerencsések vagyunk ilyen értelemben, mert Fehérvár irodalmi élete kellően pezsgő ahhoz, hogy mindig újabb és újabb alkotókat ismerhessünk meg. Ugye az Árpád-fürdői találkozók sora is ugye az elindult az Olvasni Jó, ez a zenés irodalmi órák is példa erre, és hát a Tükörkép is ennek jegyében született, és jó ott körülnézni, hiszen ezt én megtapasztaltam már az elmúlt időszakból számtalanszor. Igen, én mondhatom, hogy szerencsés kapcsolatokra tudok szert tenni valamilyen oknál fogva. Szeretem az embereket, és úgy gondolom, hogy azért ez átüt. És a Gabrovics Pali keresett meg, hogy ő szeretne velem ilyen zenés irodalmi esteket készíteni, úgyhogy ez az ő ötlete volt, és ragyogóan működik, mert most már 3 alkalommal volt, és egyre több a látogatónk, úgyhogy tényleg van ebben egy közösségformáló erő. Ugye itt van előttem a Kiki csoda, ezt szeretném azért még megmutatni, hiszen ez egy vaskos kötet, a Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája, ebben természetesen szerepel, ez egy fontos, és én azt gondolom, hogy Székesfehérvár kulturális életében is nagyon fontos szerepet játszanak azzal a közösséggel, amelynek tagja jelen pillanatban, és külön-külön is. Milyen tervei vannak a jövőre nézve, hiszen csodálkoznék, ha nem készülne már is egy könyv. Már a 70. oldalnál tartok,
az írásában, folyamatosan írok, és egy újabb barátság kezd kialakulni. Az Árpád-fürdő egyik szauna mesterének volt egy műtétje, ami miatt járóképtelen egy ideig, és ő írt rám, hogy találkozott a munkásságommal, úgyhogy most vele készülünk, remélem összejön egy úgymond irodalmi párbajra. Egyszer én fogok címet mondani, és arról írunk mind a ketten, utána ő mond egy címet, és arról írunk mind a ketten, és ezt majd egy irodalmi est keretében ilyen felváltott felolvasással fogjuk megoldani. Mikor várhatunk? Tavasszal. Tavasszal? Jó. Tavasszal. Érdeklődéssel várjuk, bizonyosan ott leszünk és beszámolunk róla. Önnek pedig köszönöm, és azt mondom, hogy egy olyan utat választott, amely kellően rögös, ugyanakkor nagyon nagy és sok sikert tartogat. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én meg köszönöm szépen, hogy meghívtak. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Győre Sándor négy, Győre Ibolya volt a vendégem, aki szakmai pályafutásával, illetve költészetével is belopta magát a szívünkbe. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.